Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Vendégem, ahogy már megszokhatták az elmúlt időszakban, Lukácsi József közíró. Témánk pedig az ukrán-orosz háború. Nos, csak felvezetésül annyit, hogy folyamatosan érkeznek a hírek és az álhírek a háborúról, illetve annak hatásairól az európai politikában. Az egyik ilyen, ami nem álhír, hogy az Unió 6 hónapon belül szeretné folyamatosan megszüntetni az oroszországi kőolajbehozatalt, az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is. Ugye ezt bejelentette az Európai Bizottság elnöke. Ezt hozzá kell tennünk, hogy hazánk nyersolaj ellátása 65%-ban, földgáz ellátása pedig 84%-ban az orosz importtól függ. Így aztán az orosz olaj embargója, illetve az erről szóló brüsszeli javaslat nagyon messze jár attól, ami Magyarország számára elfogadható lenne. Többek között erről is szó esik majd, ugyanakkor a mélyebb összefüggéseket tárja majd most elénk Lukácsi József. Szervusz, örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Nos, hát akkor evez a mélyre, tartja a mondást. Ha jól számolom, ez a 6. szankciós csomag, de hát úgy, hogy mondtad, valóban erről is lesz szó, és ugye, amikor beszélgettünk, hogy miről lesz szó, akkor ugye megegyeztünk, hogy az orosz-ukrán háborúnak az aktualitásairól fogunk beszélni. Sajnos az aktualitásokról kell beszéljünk, mert úgy néz ki, hogy egy elhúzódó katonai és politikai konfrontációról van szó, és hogy ez miért ilyen különleges és miért ilyen súlyos probléma, az többek között avval is magyarázható, hogy ugye a 40 milliós Ukrajna lakosságából egy nagyon nagy szám, mégpedig 20 millió a kisebbségek közé tartozik. Ezeknek legnagyobb része, mint egy 7 millió fő pedig orosz nemzetiségű, akik a nyersanyagban nagyon gazdag és meglehetősen fejletten iparosodott keleti ország részekben, a Donyec-medencében, a Luhanszki körzetben és az annektált Krimben laknak, és ezeken a helyeken bizony az orosok, a társadalmi többség és az ukránok és más nemzetiségek alkotják a társadalmi kisebbséget, mert sokkal nagyobb számban vannak, mint más nemzetekhez tartozók. Ugye Oroszország az új évezet első két évtizedében egy regionális nagyhatalommá vált és világpolitikai tényezővé. Volt erről már szó, csak röviden, hogy annak idején egyébként ígéretet is kapott, azt kérte az atlanti világ országaitól, hogy lehetőleg a NATO ne tolja ki kelet felé a határait, azaz a szovjet érdekszféra volt államait ne vegyék fel többe és egyszerre a NATO-ba, és ezeken a területeken ne telepítsenek, ne építsenek, hozzanak létre amerikai katonai támaszpontokat. Mint tudjuk, ez nem így történt, mert az orosz volt szovjet érdekszféra államai a Baltikum államaival együtt a NATO tagjává váltak, és felvették őket az Európai Unióba is, ugye Oroszország kérésének ellenére. És a konfliktusok annyira megmerevettek az elmúlt évtizedekben, hogy a 2014-es majdani puccs következményeként tulajdonképpen Ukrajna egy orosz ellenes, de Amerika barát országgá formálódott, és az amerikai politika és egyéb érdekek képviseletét vállalta fel. Na most azt szokták mondani, hogy a történészek, hogy körülbelül 100 évenként az Európa története elsősorban, de a civilizált világ történelme mindig a birodalomváltások idejébe érkezik. Most egy ilyen periódusban vagyunk, és ha bár világpolitikai szempontból még nem, illetve papírumi Amerika a világ vezető politikai hatalma és birodalma, de a gyakorlatban azért tulajdonképpen tudjuk, elsősorban a gazdasági tevékenységének köszönhetően Kína van most már az első helyen, mert nem csak a külső fizetési mérlege pozitív, tehát többet exportál, mint importál,
ha nincs belső, a belső mérlege is jó, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs eladósodva a belső lakosságnak, illetve kínai cégeknek. Amerikának a politikai vezető szerepét még rövidebb idő alatt gyengítette volna, hogyha létrejött volna ugye az Európai Unió, Oroszország és Kína között egy kölcsönösségi alapon működő politikai és gazdasági együttműködés. Ezért ennek most megtesz most mindent, hogy ezt megakadályozza. Ugye Európát, az Uniót a migrációval gyengítik, Oroszországot az Ukrajna által képviselt amerikai érdekekkel gyengítik. Kínában már nehezebb lesz a dolguk, mivel Amerikának jelenleg az adóssága 25 ezer milliárd dollár körül van, majdnem eléri, és ennek az adósságnak a legnagyobb részét kínai hitelek fedezik, tehát ez egy nehezebb dolog lesz. Amellett azért is nehéz ez az ügy, mert gazdasági szempontból Kínának a legelső számú partnere Amerika is viszont. Tehát ezt a jelenlegi status quo-t nem lehet megszüntetni, mert súlyos gazdasági hátránnyal járna mind a két ország szempontjából. Úgyhogy az Egyesült Államok már az elmúlt a 20. században a világ különböző pontjain, hogy így mondjam, már provokált különböző háborúkat, gondoljunk csak Korea, Vietnám, Irán, Kuwait és legutoljára Afganisztán területén, és miután onnan vissza kellett vonuljon, ezen háborúk után nem kis nyereséggel újjáépítette ezeket az országokat az elsők között, és ezekben a régióban megőrizte a katonai és a politikai befolyását. Úgyhogy a katonai befolyását. Na most azt kell még megvizsgáljuk, hogy hogyan viselkedik ezen közben ugye az Európai Unió és politikai szempontból, és hogyan viszonyul Oroszországhoz. Hát az előbb ugye erre volt egy példa. Ugye az Európai Unió vezető politikusai farizeus játékot adnak elő, mert egyrészt a béke szükségességéről beszélnek, de másrészt a NATO országokból tonna számra érkezik naponta modern haditechnika Ukrajna területére. Tehát egy kicsit azt is mondhatnánk, hogy a békét a saját költségükön fegyverszállítással támogatják. Amellett itt vannak ezek a szankciók, amelyek által Oroszországot teljes mértékben kipróbálják kapcsolni a nemzetközi pénzügyi és politikai körforgásból. Az orosz energiaforrások importjának a drasztikus csökkenésével, és ugye a hatodik csomag azt tartalmazza, hogy teljesen. Na most ez sem Németország, sem Ausztria, sem Magyarország, de Franciaország se fogja támogatni, úgy néz ki pillanatnyilag. Különböző okok miatt az első három az orosz kőolajra és földgázra van utalva, Franciaországban az energiájának legnagyobb részét pedig atomenergiával biztosítja. Ugyanakkor csak hadd szóljak közben, hogy ehhez szervesen hozzátartozik az élelmiszerellátás is, hiszen az élelmiszerárak rendkívüli módon emelkedni fognak. Nem titok és nem is lehet vitás, az orosz és az ukrán gabona nélkül Európa halódni fog ilyen értelemben, sőt, ha úgy tetszik, a napraforgó olaj esetében már is megjelent, ami kicsinek tűnik egy ilyen háború kapcsán, ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a napraforgó olaj szerves része a mindennapjainknak, és nem csak a miénknek, hanem Európában mindenütt, és ha repceolajat fognak használni, egyrészt az teljesen más összetételt kíván, ami azt jelenti, hogy a globális élelmiszeripar is összeomlik, illetve nem omlik össze, csak teljesen megváltoznak az érdekviszonyok, az árviszonyok, és jelen állás szerint ezt nagyon-nagyon nehezen fogják tűrni azokban az országokban, ahol jelenleg a politikai vezetés mellett állnak az ukrán szankciók miatt. Így van, köszönöm. Éppen azt akartam én is mondani, hogy egyrészt ezen szankciók miatt az energiaforrások ára, az elektromos áramnak, benzinnek, gáznak folyamatosan növekszik Európában, főleg, hogy a szankciók után állandóan lebegtetik. Egyrészt, másrészt
ugye mivel Oroszország és Ukrajna a világ első két gabonat exportőr állama, és nem csak Európában lesz ennek súlyos következménye, olyan értelemben is lesz egy másodlagos súlyos következménye, hogy Észak-Afrika teljesen gabona nélkül marad, és akkor a migráció, új migrációs hullám fog elindulni az éhínség fokozódása miatt. Másrészt pedig ugye Ukrajna és Oroszország a világ két legnagyobb műtrágya exportőr állama, már pedig, hogyha Európában tavaszi munkálatokat nem tudják elvégezni, és nem lesz műtrágya, akkor radikálisan fog csökkenni a megtermelt gabona mennyisége Európában is, és a Közép-Nyugat-Amerikában lévő farmerek már készülnek is, hogy 5-10-szer annyi gabonát fognak majd Európába és a világ más részébe exportálni nyilván hatalmas anyagi nyereséggel. Igen, és ehhez hadd tegyem hozzá, hogy nemrégiben volt alkalmam beszélgetni ugye a közös agrárpolitika reform kapcsán arról Jakab Istvánnal, a MAGOSZ elnökével, az országgyűlés alelnökével, aki úgy fogalmazott, és azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsünk vele, hogy a műtrágya kapcsán, ugye ezt több gazda is megerősítette, 2019-ben, 20-ban volt 80 ezer forint körül egy tonna, most 380 ezer forint. Ami azt jelenti, hogy borzalmas nehézségeket okoz ez az agrárgazdáknak, és nem csak itthon Magyarországon, tehát itt hangsúlyozzuk, hogy az orosz-ukrán háborút a teljes mezőgazdaságra, európai mezőgazdaságra kihat mindenféle értelemben, és az infláció növekedését leginkább a köznép, az emberek az élelmiszer árakon fogják megérezni. Természetes, és ha még ehhez hozzátesszük, hogy a háború minél tovább tart, annál inkább tarthatatlan lesz az az állapot, amit Orbán Viktor nagyon helyesen bevezetett, ugye a kormány javaslata alapján ugye az árstopp, ez sem fenntartható hosszú ideig. Tehát ha megnézzük, hogy mi mit, hogyan és miként szenvedjük meg, akkor szinte bizonyos, hogy ez a háború minél tovább tart, független attól, hogy belekeveredünk avagy sem. Az olajárstopp és az összes többi miatt nagyon nagy nehézségeket okozhat. Igen, és mindaz, amit az Európai Unió elhatároz, mindez, amit csinálni tervez, az egy nem vesz figyelembe sokfajtát, de egy közgazdasági törvényszerűséget, hogy egyrészt a szankciókkal soha nem lehetett elérni semmit, olyan eredményt, amit a kezdeményezők akartak. Másrészt pedig eltekintenek attól, hogy a globális gazdaság és kereskedelem az hálózatszerűen működik, tehát minden nemzetgazdasági ág kontinentális és szubkontinentális értelemben is összefügg egymással, tehát a szankciókat kezdeményezőknek a szankciók következményei visszahúlnak mindig a kezdeményezőkre. És itt van Európa, és igen, az a legnagyobb tragédia, hogy nem csak Közép-Európára, vagy Közép-Kelet-Európában, Nyugat-Európában is, akik ezt megérzik, az mindig a középosztály, illetve a kiskereshető emberek, és mindig az élelmiszer árakon keresztül, mert már Németországból és Olaszországból olyan benzinárak vannak, hogy azt el se tudtuk volna képzelni ezelőtt egy évvel, hogy ilyenek lesznek. Nyilván az árstopp az sokat segít, de azt is újra kell tárgyalni, mert lehet, hogy lesz egy új árstopp, de valamennyivel magasabb szinten, de az első és a második variáció különbség az is az emberek zsebének a rovására megy. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog. Az előbbiekhez ez nem életbevágó dolog, de mégiscsak hozzá meg szeretném említeni azt, hogy amit én nagyon-nagyon szomorúnak tartok, és műveltségi, művelődési, művészeti, kulturális szempontból, és a sport is a kultúrához tartozik természetesen. Nagyon szomorúnak tartok az, hogy az egyetemes és európai kulturális örökség legkiemelkedőbb műveinek az orosz szerzőit egyszerűen kiveszik, kitörlik az intézményes oktatásból, a különböző kulturális rendezvények repertoárjából, világhírű orosz előadó művészeknek az érvényes szerződéseit érvénytelenítik. A nemzetközi sportszövetségek a saját orosz sportszövetségeiket sorra zárják ki a szövetségek, nemzetközi szövetségekből.
a sportolóikat letiltják a világ és Európa bajnokságról, és úgynevezett oligarkákat a számláit, bankszámláit zárulják, csak azért, mert orosz származásúak. Nincs olyan nemzetközi törvény, aminek alapján tulajdonképpen ezt megtehet. És ráadásul ugye tegyük hozzá, hogy fehér Oroszország sportolói ugyanígy jártak, akik ugye orosz támogatók, és ha valakinek kétsége lenne, hogy mennyire érdekes ez a helyzet, hát ott van a Premier League-ben a Chelsea, tehát Roman Abramovich klubja. Hát rá gondoltam elsősorban, vagy az első elsősorban, között. És én azt gondolom, hogy tehát ez is példa arra. Ugyanakkor vannak olyan szövetségek is, tegyük hozzá, például a teniszszövetség, ahol élénken tiltakoznak ez ellen, hiszen az egyéni sportágak egyik legnépszerűbbike mindenképpen a tenisz. Rövidesen Roland Garros és Wimbledon jön, és függetlenül attól, hogy mit gondolnak Franciaországban, illetve Angliában erről, vagy az Egyesült Királyságban, ilyen értelemben mindegy. A teniszezők zöme, nagy részük, teljesen mindegy, hogy milyen állampolgárságú, ők az orosz sportolók indulása mellett érvelnek, és szerintem ez így van. Nagyon helyesen. Kicsit ez vonatkozik ránk is, hogy most akkor már. Ja, még egy kérdés mindenképpen. Május 9-e előtt járunk. Mire beszélgetünk, körülbelül a május 9-e lesz, mire ez adásba kerül ez a beszélgetés. Ugye mindenki azt mondta, hogy a győzelem napján véget ér ez a konfliktus, ez a háború. Most ennek az esélye egyelő a nullával. Tudom, hogy nem vagy te magad sem jós, bár felkészült közíróként azért mélyebbre látsz a dolgokban, de vajon meddig tarthat? Mert most jó néhányan azt mondják, hogy ez lehet a harmadik világháború kezdete, ne így legyen, de szinte bizonyosak abban, hogy ősznél előbb nem lesz vége. Így van, én azt mondom, mert május 9-ére, amikor először is Pesten voltam egy ilyen beszélgetésen, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, akkor is azt mondtam, hogy bejelenteni lehet akármit, de az bizonyosan, hogy valóság alapja nem lesz. És ha őszre befejeződik, adja Isten, még akkor is még szerencsénk lenne, így ezt ilyen királyi többesbe bocsánat, mert Amerikának az a célja, az az érdeke látszik, hogy a háború minél jobban elhúzódjon. Valaki azt leírta Amerikába, hogy minden nap, amivel többet tart a háború, az Amerikának ajándék. Ezt egy amerikai újságíró írta le, tehát nyilván kritikus hangvétellel. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy van, sok súlyos probléma van, amiről nem beszélünk. Az egyik az, hogy Oroszországban is zsoldosok harcolnak, nagy számban elsősorban szírek, de mások is. Fehér oroszok, mások is. A Ukrajnában is rengeteg zsoldos van, ott már franciák, lengyelek, és más nemzetiségűek, brittek elsősorban nagy számban. Tele van Ukrajna katonai tanácsadóval, és brit tanácsadóval, ott van az amerikai Delta Force hadtestnek, ott vannak az emberei, ott vannak az angol SAS nevű katonai csoportnak a kommandósai, és ami még súlyosabb, hogy most már úgy néz ki, hogy bizonyított tény, hogy nem csak Amerikába és Nagy-Britániába, hanem Ukrajna területén is képeznek ki ukrán katonákat a modern harci fegyverek használatát illetően. Ha ez erre mondta, egyáltalán a NATO országok fegyverszállítására is, de erre a tényre mondta az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov, hogy ez már közvetlen beavatkozással NATO-nak az orosz-ukrán háborúba. Na most ezek nagyon súlyos dolgok, nem tudjuk pontosan, tragédia az, ami Bucsánban történt, és állítólag Mariupolban is tömegsírokat találtak, de ezzel kapcsolatosan ott van Stier Gábor, aki az egyik legismertebb orosz szakértő, Oroszország szakértő az országból, aki leírta, hogy azok a felvételek, amiket
készítettek például a Bucsába, egyik 5 perc, 3-4-5 perces felvételeken nem ugyanaz van, mint amely az elsőn, és az a műhold, akik, amelyik ezt, ezeket a felvételeket készítette, a tulajdonosok, épp azokkal az amerikai katonai szervezetekkel és politikai, a politikában meghatározó emberekkel van, és azoknak cégeivel kapcsolatban, akik akiknek az érdekeit és a parancsait az Ukrajna képviselés végrehajtja. Na most ebből még nagyon nagy baj lehet, ne adja Isten, ne legyen nagy baj, úgyhogy én azt gondolom, hogy leghamarabb ősszel valamikor, de hát ugye már tegnap vége kellett volna legyen a háborúnak, úgy szoktuk mondani, és nem gondolta senki azt, hogy 30 év teljes béke után, én arra gondolok, hogy a 91-ben ugye Amerika ugye két hónapig Belgrádot, Szerbiát bombázta, és akkor ebből nem volt semmi probléma. Megjegyzem zárójelbe azt is, hogy az Ukrajna területén talált tömegsíroknál annál búzalmasabb dolog nincsen. De az is eszembe jutott valamelyik nap, és megnéztem az akkori, azokban az időben megjelent írásokat, hogy ha már a Szerbia bombázásáról és a Jugoszlávia polgárháborúról beszéltünk, akkor egy a Srebrenica enklávéba 8000 fiatal gyereket, kisgyereket és asszonyt meggyilkoltak, tömegsírokba tették, és ezt tétlenül nézte a holland NATO katonák, akik ott voltak, több mint 1000 katona. Feljelentés történt annak idején a Hágai Nemzetközi Emberi Bíróságon, semmilyen lépés evel kapcsolatosan nem történt. Annak idején a Duna Televízió megkapta készült elő egy dokumentumfilm, amit be is mutatott a Duna Televízió, és a Duna Televízió kuratóriumának a tagjait, és a kuratóriumi elnökét megtávolták, hogy merték ezt bemutatni, holott csak arról volt szó, azt válaszolta a kuratórium elnöke, hogy egy nemzetközi televíziós nyugat-európai társaságtól kapott dokumentumfilmet nem tudta, hogy valamilyen törvény és tiltsal bemutassa. Csak hogy a dolgok így, hogy a legtrojikusabb dolgok is a politikai érdekek mentén különböző megítélés alá esnek, és ezt is nagyon szomorúnak tartom. No, hát én köszönöm szépen, most kivételesen, ugye még tart a jégkorong világbajnokság, erről nem fogunk tudni beszélni majd legközelebb az eredmények tükrében. Most még ott állunk, és nagyon szurkolunk, hogy két győzelemre vagyunk, illetve egy győzelemre vagyunk, ha úgy tetszik, az elit csoporthoz való csatlakozáshoz. Én azt mondom, hogy a fehérváriakkal az élen fantasztikus volt, ami eddig ez a menetelés, Erdély Csanád triplája zseniális, és hogy hajrá fiúk, és erről esik majd szó legközelebb. Rendben van, csak annyit akartam hozzátenni, hogy Romániával is kell, majd meg kell mérkőzünk már Magyarország és Románia jégkorong válogatottja, és remélem, hogy nem fog arra sor kerülni, hogy adott pillanatban ezelőtt vagy 4 évvel volt egy olyan román-magyar nemzetközi jégkorong mérkőzés, ahol a román válogatott csíkszeredaiban született emberei és a magyar válogatott egyszerre énekelték a magyar himnusz, ebből nagy botrány lesz. Igen, erre mondtam én neked, hogy majd a sofronisték, majd megbeszélik egymást. Ez jutott eszembe erről. Köszönöm szépen én is. Én is köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetés rendhagyó sorozatából láthattak azt a részt, amikor ismét Lukács József közíró volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Én is köszönöm!